Már az új sütőben sültek a húsok Gyulajon a napközi otthon átadásának idején. A faluban naponta 200 adag ételt főznek. Ellátják az óvodásokat, iskolásokat, nyugdíjasokat, a szomszédos idős otthon lakóit, és elkészítik a rászorulók ételadagjait is. Ahogy Losonczy László polgármester fogalmazott, kemény munka folyik nap mint nap a konyhában. Ezért is volt nagy segítség, hogy a durván 20 milliós beruházáshoz a kormány több mint 17 millió forinttal hozzájárult. Még hozzá kellett tennünk a önerőt 2 millió 800 ezer forintot, és így körülbelül a 17,5-ből 14 milliót az épületnek a felújítására tudtunk fordítani, 2 millió 400 ezer forintot pedig az eszközökre. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a választókörzetébe tartozó 58 település szinte mindegyikébe jutott fejlesztési támogatás az elmúlt időszakban, csak a területfejlesztési operatív programból összesen több mint 8 milliárd forint értékben. Annak a híve voltam, hogy inkább egy-egy települések kevesebb összeget nyerjenek el, de mindenhova jusson valamennyi fejlesztési forrás, és örülök, hogy Gyulajon is megvalósult ez a több mint 20 millió forintos beruházás. Ebből az állami forrás, ami a költségvetési törvényben jelent meg 17-ben, 17,5 millió forint volt, úgyhogy ez talán nem egy olyan nagy összeg, de egy ilyen kicsiny falunak, mint Gyulaj, ez egy óriási lehetőség. A következő időszakot tekintve Gyulajon már várják a Magyar Falu program kiírásait, felújítanák az orvosi rendelőt, az önkormányzat épületét, illetve az utak, járdák állapotán is javítanának.